De hogy mekkora párharcról van szó, arra nagyon jó példa, hogy még a Pécsi Tudományegyetemen is rendeztek egy konferenciát ezzel kapcsolatban, úgyhogy kezdjük ezzel a felütéssel. Spanyolországban a labdarúgás és a politika sokak szerint összefonódik, főleg a nacionalistáknál. Az El Clásico tehát nem egyszerűen egy sportesemény, két nagymúltú csapat újabb összecsapása, hanem egy társadalmi, és talán nem túlzás azt mondani, hogy politikai esemény. A tőzsgyökeres ott élő szurkolóknak ugyanazt jelentheti, mondjuk, mint 40-50 évvel ezelőtt. Ők ebből nem tudnak kiesni, ebből kiszakadni, nekik ennek mindig lesz egy politikai vagy történelmi felhangja. Az újkori szurkolóknak, akik mondjuk a 21. században szerettek bele a Real Madridba, a Barcelonába és ebben a globalizált futballszurkolói világban már teljesen mást jelent. Ők nem tudják, nem is tudhatják, hogy például a Franco diktatúra, a spanyol polgárháború, a katalán függetlenedési törekvések azok hogy hatnak igazából az ott élők gondolkodásmódjára. Nekik nyilván egy felfokozottabb állapot abból a szempontból, hogy nagyon fognak szurkolni a sajátjaik sikerének, de ennél több tőlük nem elvárható legyenek akár 20, akár 30 éve az adott klub szurkolói. A globalizáció ebben a tekintetben rengeteg változást hozott, amelyekhez a klubok szurkolókkal való kommunikációjában is alkalmazkodni kellett. Elég, ha megnézzük a hivatalos közösségi oldalaikat ezeknek a kluboknak. A kínai új évnél például külön kínai nyelven köszöntik a saját szurkolóikat. Ezek olyan felületek, amikkel pillanatok alatt a világ túlsó oldalán lévő szimpatizánsokat megszólíthatják. Ezt egyik klub sem fogja kihagyni ezt a könnyű lépést. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy kicserélődött az a nép, amelyik meccs jár. 30-40 éve egyáltalán nem ez volt a helyzet. Az is nagyon furcsa, hogy ugye a legszélsőségesebb szurkolói csoportokat mind a Barcelona, mind a Real Madrid vezetősége kitiltotta a stadionokból. Ez is hozott egy nem csak egy generációváltást, hanem egy szemléletbeli különbséget. Nagyon sokat vádolják a Real Madrid szurkolóit azzal, hogy nem biztatják elég a csapatot, nem szurkolnak olyan elánnal. Gyakorlatilag a kávéházi körülményeket mondanak a Bernabeu stadionban, de ez egyébként nem csak Spanyolországban figyelhető meg, hanem akár Angliában is. A Barcelona szurkolói pedig elkényelmesedtek.